Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tudom, hogy türelmetlenül várják, de még nem az énekelség kezdődik. Vendégeink érkeztek a mai napon. A Ligeti Csepeledi Óvoda az Rényi utcai óvodából egy kis tánccsoport érkezett. Szeretek volna felépni, ezért lehetőséget adtunk nekik. Nem sokára az ő műsorokat hallhatják. Felkészítő óvónéniük Tóthény Éva. Fogadjál szeretettel őket, és közben kérném az énekversenyeseket, az énekversenyesek hátul jönnek be a művészpanyáron, úgyhogy minden résztvevő kérem, hogy a hátsó folyosón gyülekezzen, mert addig nem tudjuk elkezdeni, még nincsenek meg a gyerekek. Utána, hogyha leszerepeltek, nyugodtan lejöhetnek, bejöhetnek, kivel lehet járkálni, ez egy nagyon nyitott, szabad rendezvény. Úgyhogy akkor fogadják szeretettel a Ligeti Csepeledi Óvodát.
Na és akkor elkövetkezett a várva várt pillanat, én is nagyon izgulok, be kell, hogy valljam. Én már ugye az előselejtezők alkalmában hallhattam a résztvevőket, a versenyzőket. Elsőként szeretném bemutatni a zsűrinket. Ezúttal háromtagú zsűrink lesz. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Vadon Irént, aki tavaly is velünk volt már. Egy pár szót az életéről. Vadon Irén jazz énekesnő és jazz trupp vezető. A 80-ban végzett a Bartók Béla zenei szakiskolában, jazz tanszakon. Énekesnőként dolgozott, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén szerzett jazz énekesnői oklevelet. Jelentős fordulatot vett pályája, amikor megnyitotta a Budapest egyik leghíresebb jazz klubját, a Jazz Garden-t, ahol úgy tudom, hogy Csaba bácsink és a zsűri másik tagja is több ízben fellépett, ahol hát kiváló jazz muzsikusok léptek fel minden este, így Irén és Bukán Györgyel több ízben játszhatott, koncertezhetett, CD-ének címe Song for You, a magyar zeneélet színeje ma megfordult ebben a klubban. Következő zsűritagunk Szabó Adrián. Aki Nyírbátorban kezdte zenei tanulmányait, majd a Miskolci Bartók és a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult. Középiskolában ismerkedett meg a magyar népzenével, és klasszikus zenéről így a magyar népzene felé fordult. 2000-ben szerzett diplomát Nyíregyházán énekszene, népzene szakon, és az Óbudai Népzeneiskola tanára lett. 2012-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kitüntetéses diplomát szerzett. Nagyon sokat koncertezett a Jánosi Együttessel, 2006 óta a tagja a Gajdos Népzenei Együttesnek, akik Heves megye Prima díját, majd 2010-ben Prima Primissima díjat nyertek. Növendékei több országos versenyen nívódíjas és kiemelt nívódíjasak lettek. Hát akit legkevésbé kell bemutatnunk, végezetül Nagy Csaba tanár úr, szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik, akinek több végzettsége is van, zongora tanár, korrepetitor, énekzene, szolfés, zeneelmélet tanár, az ELTE-n szerezte meg a diplomáit, könnyű zenében is igen jártas, több formációval lépett fel az ország egész területén, session zenész, jelenleg a Vásártéri Iskola, a Friedrich Schiller Gimnázium és a Zeneiskola tanára is, így rengeteg gyerekkel és szülővel tartja a kapcsolatot. Akkor elkezdődne a verseny, azt hiszem majdnem minden megvan, de nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezért a mai napért, és rengetegen segítettek nekünk Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Művészetek Háza, a szülő, a gimnázium, rengeteg tanárkollégám, nagyon-nagyon sok embernek kell köszönetet mondani. A mai napra sikerült életre keltenünk nem kis munkával ezeket a reflektorokat, úgyhogy valakinek meg kellene oldani, hogy egy ilyen színházi hangulat megvalósuljon. A valaki valami Katalin, köszönöm ezúton is. És átadnám a szót kollégámnak, aki a ma estét fogja konferálni. Jól ismerhetik, mert ő is egy színpadi ember, kiváló kollégám, Vörös Tibor. Jó estét kívánok, akkor felkonferálom az első fellépőnket, ami népzene kategóriában indul. Kontra Tündének hívják. Itt vagy, Tündi? Tündi itt van. Ő a templomtéri általános iskola második osztályos tanulója. Száz szál virág a dal cím, amit előad. Amiga
következő fellépőnk Ferenc Réka, ő az általános iskolát a Vásártéren folytatja. A dal címe Erdő, erdő, kerek erdő. Szégyen volna és udvarom közepén a két dal, amit elfogadni. Na, na, testuari.
Beto a Mihályci, Iszó jász jön a ájszű, jó-jó tejsztől is se, tejsz jön a iszi se, drum hászusz mi a eszeri, undáh jön a freszeri, jó-jó tejsztől is se, tejsz jön a iszi se. Kozek Hanna következik, a dala címe Jó Vájl, Jó Vájl, kísér a Minis Ramli zenekar. Lépünk a könnyű zene kategóriába. Az Aranya és a Nagy Gubanc című rajzfilmből következik egy dal. Mikor is kezdhetnék élni már, előadja Mravinác Anna. Felgyúl a fény, szőlő.
Vásártéri Általános Iskola 7. osztályos tanulója következik, Csiszér Nóra, Pharrell Williams Happy című dalát fogja előadni. És közkedvelt dal következik, Gezenhat Réka előadásával, Leonard Cohen, Hallelujah.
csenge következik egy kupda, Shawn Mendes Sitges. Ebből fog egy dalt előadni, a címe Wouldn't It Be Lovely? Love.
Tutasi Fanni következik, egy jazz feldolgozást fog előadni, Megan Trainor, All About Jazz. Következik egy One Direction szerzeménye, a címe History. That the world
Következik egy dal. Látjuk-e egymást valahol? Látjuk-e még egymást valahol? Előadja Berti Flóra. Let me.